Az ukrán hadsereg közlése szerint áttörték Oroszország első védelmi vonalát Zaporizsia közelében, ahol heteken át aknamentesítést végeztek. Az ukrán haderő egyre közelebb kerül Moszkva megerősített lövészárok hálózatához a déli front mentén. A Kijevi Védelmi Minisztérium szerint 3 négyzetkilométert visszafoglalt Bahmut közelében is. Ukrán beszlések szerint Moszkva erőforrásainak 60%-át az első védelmi vonal kiépítésére fordította, egyötödét pedig a második és harmadik vonalra, nem számítva arra, hogy az ukrán erők átjutnak. Volodimir Zelenszki kulcsfontosságú személycserét hajtott végre a hadászati vezetésben. Olexi Reznikov védelmi miniszter Trustem Umerov, krímitatárképviselő váltotta a poszton. Reznikov több mint 550 napos teljes körű háborút csinált végig. Úgy gondolom, hogy a minisztériumnak új megközelítésekre és a katonassággal és a társadalommal való interakció új formáira van szüksége, mondta az államfő. Eközben Donetsk térségében az orosz ágyúzás két halálos áldozatot követelt, több ház és autó megrongálódott. A regionális katonai közigazgatás szerint csak nem száz robbanást lehetett hallani az Oroszországgal határos Csernyhív régióban. Áldozatokról nem érkezett jelentés.